Újraindult ma a Zöldház program, miután szeptemberben egy bírósági határozat miatt felfüggesztették. Most 90 napjuk van azoknak, akik sikeresen pályáztak, ám a felfüggesztés időpontjáig nem választottak szerelőcéget, hogy ezt megtegyék. Január 23-án 10 órától újraindul a Zöldház program. Jelentette be hétfőn közösségi média oldalán Mircea Fekét környezetvédelmi miniszter. A programot szeptemberben függesztették fel, mivel egy kedvezményezett, aki igazságtalannak találta a pályázatával kapcsolatos döntést, beperelte a minisztériumot. Ezt egy Bihar megyei törvényszék jogosnak ítélte meg, ezért leállították az országos programot. Hosszas húzavona után a feleknek sikerült peren kívül megegyezniük, így most azoknak, akik sikeresen pályáztak, de a program felfüggesztésének időpontjáig nem választottak szerelőcéget, 90 napjuk van arra, hogy ezt megtegyék, a Környezetvédelmi Alap igazgatóságának oldalán elérhető alkalmazáson keresztül. Antal Lóránt, RMDSZ-es szenátor a program előnyeiről beszélt. Az előnye egy ilyen programnak az az, hogy azon háztartások, akik úgy gondolják, hogy számukra fontos, hogy energiahatékonyak legyenek, és saját forrásból is tudják megtermelni a háztartásukhoz szükséges villamos energiát, akkor tudnak élni ezen program által adott lehetőségekkel, pénzt tudnak magyarul lehívni arra, hogy megfinanszírozzák a napelemeket, amelyeket felszerelik a háztartásaikban. A 2023-ban kiírt Zöldház programban közel 90 ezer háztartást nyert pályázatot fotovoltaikus panelek felszerelésére. Az új kiíráskor 515 napelem szerelő cégnek volt engedélye részt venni a program lebonyolításában, de miután a PER miatt újra lehetővé tették a regisztrációt, 93 további szerelő cég jelentkezett. Jelenleg a program költségvetése közel 2 milliárd lej, amiből 1,7 milliárd lejt magánszemélyeknek, és 1,75 millió lejt pedig egyházközségeknek különítettek el.